További magyar hangok: Szatmári István, Újréti László, Hámori Ildikó, Szakácsi Sándor, Császár Angéla, Márton András, Györfi György, Bács Ferenc. Magyar szöveg Köböl Anna, hangmérnök Balogh Mihály, rendezőasszisztens Mata Zsófi, vágó Lajtai Erzsébet, gyártásvezető Kovács Gyula, szinkronrendező Veszeli Ferenc, szakértő Ipper Pál. A szinkron a Magyar Televízió Köszönöm. Megbízásából a Pannonia Filmstúdióban készült. Televízióra alkalmazta David Rintels és Erik Berkovici. A filmet rendezte Gary Nelson. Jó estét! Jó estét! Jó estét, hölgyeim és uraim! Eszkel Scott Anderson elnök üzenetét közvetítjük Önöknek a Fehérházból. A Fehérház kér tőlünk adásidőt ma estére, hogy az elnök nyilatkozatát eljuttassuk a nemzethez. Előzetes szöveget nem adtak ki, de az elnök sajtótitkára kijelentette, hogy az egész nemzet szempontjából történelmi jelentőségű beszédet fogunk hallani. Hölgyeim és uraim! Az Egyesült Államok elnöke szól Önökhöz. Polgártársaim! Immár közel 30 éve beszélek hazánk népéhez, nemzetünkről, kezdetben állampolgárként, majd szenátorként és alelnökként. Úgy mondják, hogy mint az Önök elnöke, 41 alkalommal szóltam a televízióban, a nagy amerikai családtagjaihoz, ahogy ma este is teszem. Visszatekintve az említett 41 beszéd némelyikére, azon vettem észre magam, hogy ismét az jár a fejemben, hogyan kerülhettem a sors pokoli szeszélye folytán ilyen roppant felelősség birtokába. CIA központi hírszerző ügynökség. Arra gondoltam... Az a probléma, uram, hogy a kezünket megköti a judeo-keresztény etika, a jogszerű eljárás és hasonlók. Megjátsszuk ott az úriembert, és hagyjuk, hogy simán kikészítsen. Már most mit akarunk hitelni az önengedélyével, uram? A lehető legtöbb információt akarjuk beszerezni az ellenséges infrastruktúráról, és a lehető leggyorsabban, bármilyen eszközökkel. És aztán egy-kettő, mielőtt még ferdeszemű barátaink kiszivárogtathatnánk, lerohanjuk őket. Rákényszerítjük őket, hogy beszéljenek, ahogyan tudjuk, ahogy éppen kell. És aztán bemegyünk, és kipucoljuk a házat. Ebből kizárólag baj származhat, ha akárcsak egy szó kiszivárog. Ha a kongresszus vagy a Times, vagy bárki megszabadul... Hogy fedezzük magunkat, arra gondoltunk, nevezzük ezt védelmi programnak, az ellenség erőszakos felderítésére. Amit valaha is tartanom kellett. Hadd hallgassam. Néhányan talán tudják, hogy nemrégiben bent voltam a Walter Reed kórházban. És ott néhány nagyon kiváló orvosprofesszor alapos vizsgálatnak vetett alá. És barátaim rossz hírt közöltek velem. Nevezetesen, hogy beteg vagyok. És hogy, amennyire ezt jelenleg meg tudják ítélni, nem érném meg az újabb 4 éves időtartam végét, mint Simon. Az önök elnöke. Nézzen utána ennek. Azt mondták, ha januárban visszavonulok, hazamegyek és nyugodtan élek, akkor magas kort is megérhetek. Ám ha itt maradok ennél az asztalnál, szóval valaki másnak kell majd befejezni a következő 4 évet. Hogy nem tudtunk erről. Hogy arra, nem tudtunk erre. Ilyen körülmények között úgy gondoltam, hogy ez nem szolgálná az ország érdekeit, ezért úgy határoztam, hogy visszavonulok, amint beiktatták az utódomat jövő januárban. De addig is ígérem, minden tőlem telhetőt megteszek, hogy az átmenet a jelenlegi és a Cassidy? Következő kormányzat... Mondjon el mindent, csak nem enteket őszem. Legyen. És boldog leszek, ha megélhetem a számomra még hátra lévő napokat, bármit számít is nekem Isten. Ha visszagondolok hivatalban eltöltött éveimre, és elsősorban a kivételes évekre, amelyeket e házban tölthettem, azt hiszem, elégedett lehetek. Kérem támogatásukat, és Isten áldását az elkövetkezendő napokhoz. Köszönöm. Köszönöm. Esker Scott Anderson elnököt hallották a Fehérházból. Hát, azt hiszem, ez mindnyájunkat meglepetésszerű. Holnap legyen a jelentés az asztalomon. De arról is, hogy miért nem kaptuk meg eddig?
Tessék, igaz. Meg vagyok lepve. Nagyon meg vagyok lepve. Azt hittem, csak ürügyként használta a New Hampshire-i elnök jelölő gyűlés után. Bent tud maradni ma este? Igen, uram. Hívjon össze egy témet. Készítsenek elemzést a belpolitikai helyzetről Anderson kiesése után. És dokumentációt kérek az összes lehetséges utódról, helyes? Uh-huh. Tegyen meg mindent, amit muszáj, de győződjön meg arról, hogy fedezve vagyunk. A világ szemében mi nem is vagyunk bent Dél-Kelet-Ázsiában, helyes? Igen, uram. És Bernie, amint visszajön 6-8 hét múlva jelentést kérek. Igen, uram. Köszönöm, uram. Mennyibe fog kerülni? 20 millió dollár, és kb. 3500 emberre lesz szükség. Hát akkor... Házi feladatom van, Simon? Az aktatáskájában. Simon, ez bármit is jelent. Nekünk biztos nem jó. Reggel találkozunk. Köszönöm. Linda? Leukémia. Sajnálom. Ugyan mit sajnálsz? Ha 10 évig dolgozik valaki egy férfi mellett, kialakul köztük valamiféle kapcsolat. Tudom, már elég régóta. Tudod? Dehogy is tudod. Azt hittem, a házasságunk után ez elmúlik, de nem múlt el, ugye? Anderson végig itt volt velünk, közöttünk, igaz? Gondolom, ha valaki 10 éven át szeret egy férfit, nem hagyhatja csak úgy abba. Nem tudom, mit akarsz tőlem. Csak azt akartam, hogy a feleségem legyél. Akartad? Tudod, mire gondolok? Soha nem tudom, mire gondolsz, mit akarsz. Soha nem is tudtam. Itt ülsz. Ezzel a civilizált arccal, a láthatatlan maszkkal, amit örökké viselsz, és semmi nem hatul át rajta. És a másik oldalon Moncton, Farville? Moncton. Micsoda szürke, vértelen figura, hát nem? Csak mint akik támogatják. Az a fajta, aki a gyűlésekre egy fehér inger és 10 dollárral érkezik, és egyiket se látja. Attól a naptól fogva, hogy nem lett belőle alelnök. Moncton fel alá rohangál az országban. Mérföldek milliója, 10 000 meleg készfogás, 1000 hálatelt megyei vezető. Tavaly, mikor kutyaszorítóba került, mert nem jött össze a pénz, ki segített? Moncton? Vagy az a milliómos dilettáns ultraliberális Farville? Emlékszik, ugye, barátom? Az öreg Dick Moncton a lábát lejárta magáért. Az alkalmasság már nem sokat számít, ugye, Lip? Ami a szellemi képességeket illeti, nagyjából döntetlen. Farville előnye abban áll, hogy a háttere egészen rendkívüli. Családi alapítványa van, kapcsolatai vannak, emberei, pénze. Minden, ami nekünk is megvan. És plusz egy dolog, ami senki másnak nincs. Carl Tessler.
A Kaliforniai Politikai Kutatóintézettől. Martin. Igen, uram. Elnök úr, szeretném, ha tudná, hogy Linda és én mennyire sajnáljuk. Igen, uram. Először el Donnellyvel randevúzom, aztán az elnökkel. Donnellyval, jó nagy adag politikában lesz része ma. Ha sikerülne közben szóhoz jutnia, próbálja meg eltávolítatni a nyakunkról az FBI-t. Megkísérlek. Úgy nézem, kemény napja lesz. Nincs kizáró. Húj, húj, Henderson! Hányjeneket ölsz meg egy napon? 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 Húj, húj, Henderson! Hány gyereket ölsz meg egy napon? Fúj, fúj, Henderson! Hány gyereket ölsz meg egy napon? Fúj, fúj, Henderson! Hány gyereket ölsz meg egy Springfieldi polgármester engem hibáztat a bűzlő szemétért el. Nem én gyűjtöm össze a szemetjét. Mit tehetek én a Springfieldben bűzlő szemét ellen, megmondaná? Utána néztem, elnök úr, olcsó kis ügy. A szemételtakarítást most a szövetségi program keretén belül végzik, de a polgármester nem szállhat be, mert Springfield az óceánba önti a szemetet. Úgyhogy most engedjük, hogy megúszza a dolgot. Ha? Hadd gondolkozzam, elnök úr, én is csak az imént értesültem az ügyről. Ha. Hogy vagy, Bill? Remekül, elnök úr. Elmer Morse járt itt tegnap, őrjöngött. Azt mondja, zavarjátok a köreit New Yorkban. Nézd, ha az embereit tényleg beleártják magukat az FBI dolgába, annak jobb lesz véget vetni. Elnök úr, meg vagyok róla. Morse-nak igaza van. Pokoli zűrzavar keletkezhet, a két hírszerző ügynökség rivalizál. Miért nem vigyáztok egy kicsit jobban? A CIA kész, hajlandó és alkalmas az együttműködésre. Biztos, hogy a méltányosság... Ez nem méltányosság kérdése, Bill. Arról van szó, hogy félre kell állni az FBI útjából, ha éppen egy akciója van folyamatban. Mondom, hogy a versengésnek véget kell vetni. Egyet értek önnel, elnök úr, kerülni kell a konfliktust. Nagyszerű, fia, tessék. Akkor semmi probléma, ugye? Nos, a következő dolog, amiről beszélnem kell veled, az alelnökség kérdése. Tudod, az olyan állandó problémákat, mint például a hírszerzés megszervezése, már nem tudom megoldani ebben a néhány hónapban, ami hátra van. Ez már a következő ember dolga lesz. Ezért végtelenül fontos. Hallatlanul fontos, hogy a következő elnök megfelelő és alkalmas legyen. Sok szempontból. Azt hiszem, ezt nem kell részleteznem. Már most ezt végig gondoltam, mérlegeltem, és bízom benne, hogy a döntésemet bizalmasan kezelem. Hogyne, uram? Ed Gilly volna az. Ismerem a jó oldalait, ismerem a gyöngéit, úgy hiszem végső soron ő volna a legalkalmasabb, nincs igazam? Amint tudja, uram, az ügynökség nem avatkozhat bele politikai kérdésekbe. Hogyan már, Bill, ez egy marhaság? Aki a kormánynak dolgozik, politizál, és jól tudod, hogy a politika a legfőbb hajtóereje mindennek. Ha csak áltatosan összekulcsoljuk a kezünket, és azt mondjuk, te jó Isten, nem szabad belekeverednem ebbe a politikai cirkuszba, tudod, mi következik? Richard Manton fog beleülni ebbe a székbe. Ez következik, fiam. Hogy tetszene a CIA purifikátorainak, ha Manton ülne itt és parancsolgatna? Azt mondod, ez politika. Akkor csak engedd be őt ide, és az ő politikáját fogod enni reggelire, ebédre és vacsorára. Igaza van, uram. Igazam van? De még mennyire, hogy igazam van? Na persze, nekem személy szerint jobban esne, ha Manton kerülne ide, és nem Gilly. Tisztán személyes szempontból beszélek. Ha Manton látja, hogy életem alkonyát megérdemelt hírnév és méltóság övezi, számítani fog rá, hogy a következő ember is így bánik majd ő vele. Világos, hogy az önfenntartás teremti a precedenst. Ennyi az egész. De a jó öreg hiszékeny Ed Gilly, ő ezt nem tudja felfogni. Neked nem lesz jobb, és az országnak sem lesz jobb, ha Manton ül ebbe a székbe. Segítened kell Ed Gillyt, Bill?
nem vett részt túl sok hírszerzési tájékoztatón. Úgy gondoltam... Igen, tudom, nem hívták meg. Őrülten indiszkrét, de vannak dolgok, amiket elmondhatsz neki, hogy segítsd a választásokon. Olyasmik, amikről muszáj tudnia, a szóba kerülnek. Végül is ő az alelnök. Engedelmével, uram, szívesen tájékoztatjuk az alelnököt, hiszen alkotmányos köztisztviselő. Jól van. Így kell ezt kezelni. Vigyázz, mit mondasz el neki. Emlékezz rá, hogy mindent a világon kibeszél 10 perccel azután, hogy kitetted a lábad. És mi lesz azzal, amit elkért? Uram, nem volt időnk részletekbe bocsátkozni, mielőtt csengetett. Elfiam, mondd el, mi kell neked? Úgy értesültem, hogy az ügynökség számon tartja Forville és Moncton külföldi tevékenységét és kapcsolatait. Áttekinthetném az iratokat kezdetnek? Nem, ez túl nagyot robbanna. Nem áll módunkban, uram. Azt hiszem, Bill és én egyedül is elboldogulunk. Ha kell valami, szólok, fiam. Kérem. Nos. Bill. Tisztázzuk a dolgot. Elég régóta gondoskodom rólad. Az én emberem vagy. Nem engedtem, hogy hozzád nyúljanak, mióta itt vagyok. Hálás vagyok, uram. Hát most megmutathatod, mennyire vagy hálás. Elnök úr, ha ebből bármi kitudódik, az sokat ártana önnek. Nekem már nem igen árthat semmi. Engem inkább az aggaszt, amiből neked lehet bajod. A Primula jelentés. Ha neked volnék, ez állandóan a fejemben járna. Nézd, Bill. Ha új elnök van, ez azt jelenti, a CIA-nek is új igazgatója van. És ha új igazgatója van a CIA-nek, új olvasója van a Primula jelentésnek. Gondolj bele egy kicsit. Gondold meg, milyen érzés lesz, ha Moncton beléd válja a körmeit. Ismered Richard Monctont? Szegről végről. Már találkoztunk. Bosszúálló ember. Bosszúálló kis senki. Tudod, hogy ki gyűlöl legjobban a világon? William Arthur Curry-t. Gyűlöli. Nem számít, hogy Curry már 5 éve halott. Ő gyűlöli. Gyűlöli, mert Curry gazdag volt, ő meg szegény. Gyűlöli, mert Curry a Yale-en végzett, neki meg egy vacak kis főiskolán kellett gürcölnie, mint gondnoknak. És gyűlöli, mert Curryből elnök lett. Ellopott tőle egy államot reggel 6-kor. És azért is, mert mindenki szerette a jóképű Billy Curry-t, és gyűlölte a jelentéktelen Dickie Monctont. Azt hiszed, csak azért beszélek, hogy halljam a hangom? Nem, uram. Hol jártál iskolába, Bill? Dartmouthban. Később pedig a Yale-re. Ki juttatott be a CIA-be? William Curry. Elnök úr, én nem is gondoltam, hogy ön tud a Primula jelentés létezéséről. Még a hülyék is tudják, hogy létezik egy Primula jelentés, Bill. De csak egy ember, vagy kettő ismeri a tartalmát. És ezt így is fogjuk tartani, Bill. Elnök úr... Tudod, Lindára is gondoltam. Ha kongresszusi vizsgálat indulna a Primula jelentésről, az a feleségednek sem tenne jót. Nem szabad ilyesmibe keverednie. Gyerekeket kell szülnie, élvezni az életet. Te sem fiatalodsz, Bill? Mikor lesz Lindának gyereke? Szeretnék keresztapa lenni, mielőtt meghalok. Még nincsenek ilyen terveink, uram. Visszatérve dossziékra... Tervek, úristen, ez itt a baj. Mindenkinek muszáj folyton folyvás terveket szőni. Linda belevaló asszony. Menj haza és csinálj egy gyereket. A fiú lesz, nevezd Eszkörnek, jó lesne. És főleg ne aggódj, Ed, Gilly és én majd vigyázunk rátok. Te csak ezt a kis apróságot tedd meg nekünk. Üdvözlöm Lindát. Köszönöm, hogy benéztél. Ismeri az utat, igazgató úr? Igen, ismerem. Henderson, hány gyereket ölsz meg egy napon? Húj, Henderson!
Simon, én vagyok. Mi volna még hátra? Egy óra múlva találkozik Hemmeg szenátorral. Mondja le. Mi legyen a többi megbeszélésével, uram? Mondja le mindent. CIA központi hírszerző ügynökség. Csak belső munkatársaknak. Jó reggelt. Itt írja alá, igazgató úr. Biztonsági. Mr. Ashley-t kérem az irattárba. Köszönöm. Hello, Bill. Jó reggelt, Dave. Kösz jól, és maga? Remekül, köszönöm. Linda? Remekül van. Köszönöm a kérdését. Adja át üdvözletemet. Köszönöm, átadom. Köszönöm. Látni szeretném a chilei dossziét, a svájci bankkódjait, Primula jelentést és az iráni politikai foglyokat. Ezeket írja alá, legyen szíves. Remélem, nem zavarom, Bill. Átmehetek addig oda. Primula jelentés. A Fehérház és a CIA részvétele. Megkísérelt és végrehajtott gyilkosságok. Több dolog van itt, mint gondoltam. Nem is tudtam, hogy az ilyen sok. Azt hiszem, legjobb, ha felviszem ezeket az irodámba, és ott olvasom át. Sajnálom, uram. Ebből a szobából, Bill, én nem adhatok ki semmit. Még nekem sem? Csak az elnöknek. Személyesen. Tulajdonképpen jogos, nem igaz? Sajnálom, Bill. Na, semmi baj, hiszen... ez a dolgok rendje. Ha én megtehetném, mások is megtehetnék, és a város egy-kettőre tele volna másolatokkal, hát nem? Tudja, ezek az egypéldányos anyagok, hiába. Majd visszajövök, ha több időm lesz rá. Bármikor, ha csak látni akarja az anyagot. Én itt vagyok, reggel, délben, este. Igazgató úr, a kulcsa. A tájékoztatást Gilinek csütörtökre tettem, 11-től délig. Rendben. Készítsen egy napi rendet, legyen szíves, körülbelül 30 pontból álljon. Mindegyikre legfeljebb 2 percet. Nem akarom, hogy nagyon elmélyedjen. Az elnök annyira kiéheztette, hogy bárkinek neki esik. Egyébként Anderson mennyire fél? Eléggé. Gili könnyen veszíthet. Simon,
Azt hiszem, elkezdhetnénk kiépíteni a vonalainkat Forville-hez és Manktonhoz. Elsősorban Manktonhoz. Szébol, Szébol! Itt Dönhem. Egy percnyire vagyok tőle. Hallasz, Vétel? Igen, jól hallak. Egy perc. Szakaszon van. Már látnod kell. Vétel. Igen, látjuk őket. Jól van, ott tartjuk őket. Most még lekaphatjuk a szenátort a tömeggel. Hány óra van? Szenátor úr, Frank azt mondja, még bőven van rá idő, hogy megszorítsa néhány kezet. Igen, azt sem tudja, mit csináljon. Várja, hogy a kamerák meg a sajtó felzárkózzon. Tudja, ez az egyetlen New Yorki tömegfotó lehetőségünk már. Örülök, hogy eljött. Igazán kedvesen. Köszönöm. Nagyon örülök. Köszönöm. Köszönöm. Örülök, hogy eljöttek. Köszönöm. Engedjék át, kérem a szenátor urat. Hello. Köszönöm. 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 Hello. Látta ezt? Manton még csak oda se tud figyelni. Úgy csinálja végig, mint egy autómat. Vajon mire gondolhat egész idő alatt? Szenátor úr, ön most szabad 3 órán át. Aztán egy itala a Hempstead Lawrence delegációval a korintoszi teremben 6:30. Aztán a vezetőt fogadja a lakosztályában 7:45, majd vacsora a bíborossal a rezidenciáján 8:00. Elnézést, Hank, most sürgős dolgunk van. És fáradt vagyok. 80 perce van. Egy óra múlva itt leszek. Jó. Flaherty, ez nem az én dolgom. Foglalkozom vele, Bailey. Ki ez a Bailey egyáltalán? Ő volt Manktón sajtótitkára. Most nem hiszem, hogy van bármilyen rangja. Nem várnak itt ránk túl sokan? Majd megtudjuk, ha kiszállunk a liftből. A kampány legfőbb szabálya, minél messzebb van a lifttől és minél nagyobb a szoba, annál jobb dolga van Bérinek, és annál jobb nekünk. Tudom, biztos, hogy Dick is nagyon szeretné, csak az a baj, hogy gyilkos itt a tempójénél. Én még ilyet nem is láttam. Na persze. Nagyon sokra becsülje, amit ön és az emberei tettek. Nogy, természetesen. Igen, tudom. Nos, akkor hogyne? Dick megérti ezt, Mr. Clayton. Igen, uram, azonnal átadom neki. Biztosan tudni akar róla. Igen, igen, uram, boldog lesz, hogy ön fölhívta. Igen, köszönöm. Sajnálom, igazgató úr, néha igazán nehéz megszabadulni. Bob Bailey vagyok. Üdvözlöm, a munkatársa, Mr. Kappel. Örvendek.
Úgy alakult, hogy mi is ebben a szállodában lakunk, Mr. Bale, és azt gondoltam, ez jó alkalom, hogy felújítsam régi ismerettségemet Moncton szenátorral. Biztos vagyok benne, hogy örülne önnek, Mr. Martin. Mióta is ismerik egymást? Egy oroszországi úton találkoztunk az 50-es években. Talán hallotta, hogy telefonon is mondtam, szörnyen gyilkos itt a tempó. Attól félek, képtelenség lesz akár csak 5 perc is bevinnem önt ezúttal. Tudom, hogy sajnálni fogja, és de egyszerűen képtelenség. Ó, hogyne, hogyne. Megmondaná a szenátornak, hogy azt hiszem mindkettőknek hasznos volna, ha láthatnánk egymást. Mondjuk egy órára, valamikor a közeljövőben. Hogy? Természetesen. Köszönöm. Számíthat rám. Nézze, ha van valami, amit most is megtárgyalhatna velem, valami, amiről beszámolhatok majd Dicknek, mármint a szenátornak. Úgy érzem, elég megbízható vagyok, számíthat a diszkréciómra. Hogyne, kérem, adját az üdvözletemet, és mondja meg, hogy várom a találkozást. Ideje mennünk. Igen. Megyünk, ébredjen. Mint akit kiütöttek. Nyugodtan, csak nyugodtan? Az, nyugodtan. Bill Martin próbált bejutni. Átpasszoltam Bailey-nek. És mit akart? Azt mondja, itt lakik és szeretne beugrani egy, idézem, kölcsönösen hasznos tereferére. Idézet vége. Igen. Egy órácskát kér az idejéből valamikor. Azt meghiszem. Az ilyen pasas, mint Martin, akárcsak azok az előkerő görri fiúk. Tudja, jól tudja, hogy sosem kerülhetne az én csapatomba. Bailey azt mondja, nagyon sima modorú a pasas. Legyen sima Esker Andersonnal, de ne velem. Kiesett. Rendben van. És mit mondott neki Bailey? A sablon szöveget teli a program. Ismerem Bob Baileyt. De mi történt azzal az emberrel? Túl jámbor lett. Nem olyan, mint 20 éve, akkor tényleg tudta kezelni az ilyeneket. Nem fogadja, mert hasznosabb dolga is van a szabad idejében, érti? De a sajtó kedveli. Italokat fizet nekik, és azzal már boldogok. És leveszi ezt a terhet a nyakunkról. Igen, de azt hiszem néha elfelejtő, hogy kinek dolgozik. Van valami, amit a CIA felajánlhat nekünk, mármint kaphatunk mi valamit Martintól? Nem. Őt egyszerűen a karrierje izgatja. Azt reméli, hogy így talán fennmaradhat. De nincs esélye, Frank. Teljesen esélytelen. A szokásos CIA tájékoztatást megkaphatjuk a megválasztás után is. Nem kell nekünk. Világos? Világos. Üdvözlöm. Jó napot. Jó napot. Örvendek. Örvendek. Köszönöm, hogy eljött. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Mr. Bacon. Mr. Bacon, végtelenül boldog vagyok, hogy látom. Köszönöm, uram. Uraim, mindenki, aki ma eljött ide, valami nagyon különleges dolgot jelent nekem. Valamit, ami visszaadja hitemet és az eltökéltségemet. Hiszen tudják, az én legfőbb célom, egész életem álma, hogy visszavezessem ezt az országot oda, ahová mindnyájan érezzük, tartoznia kell. Minden készen, Frank. Az emberek kinn állnak a szálló előtt. 100 ember, 150, majd táblákkal és zászlókkal. Csak a jeladást várják. Jól van. Ha megválasztanak majd elnöknek... Megígérem mindnyájuknak, már most és már ehelyen, hogy felbukkanunk a fenyegető árnyak világából, és el fogunk jutni a békéhez, uraim. Eljutunk a béke és a jólét világába, amely olyan lesz, mint még soha eddig. Nagyszerű lesz. Béke. Béke. Nem csak a külfölddel,
De béke itt is, a saját városainkban. Úgyhogy egy rendes ember nyugodtan járhasson az utcán, és felvirágzás. Úgy hiszem, uraim, a felvirágzás fogalma nem igen szorul magyarázatra. A tréfa bejött, indulhat. Igen, megyek. Várjon, ügyeljen, hogy a táblákat tartsák magasra, és ne fordítva. Meg lesz. Valahányszor leültem a televízió elé, és meghallgattam a híreket, mindannyiszor azon töprengtem vajon, amit látok az USA-ban, vagy valamilyen kevésbé szerencsés országban történik-e. És ez a legszomorúbb vallomás, amit tehetek. Hogy mi történt? Nos hát, uraim, azt hiszem, erre mindnyájan tudjuk a választ. Amikor saját vezetőink elfelejtik, vagy félredobják a magas eszményeket, amelyek ennek az országnak szívét, lelkét betöltik, mi mást remélhetnénk, mint ezt? Viszontlátás! Ha bármilyen kérésük vagy kívánságok van, mindig van nekünk, állunk bármikor, amikor csak óvajtja. Köszönöm. És nagyon örülünk, hogy eljött. Segíthetek, uram? Adam Gardiner vagyok. Igen, tudom. A nevem Peter Ozymandias. Talán hallott rólam. Oh, igen. Azt hiszem, igen. Úgy rémlik. Nézze, arról volna szó. Mi is az ön szerepe a kampányban? Önkéntes vagyok. Semmi cím, pénztáros vagy valami efféle. Mindez otai? Az. Nézze, Adam, arra gondoltam, hogy hozzájárulnék a kampányhoz. Nem is kevése. Nem most. És ne itt. Holnap. Értem. Nem olyan ígéretről van szó, ami után hetekig kell futkosni. Pénzről van szó. Sok pénzről. Nagyon sok pénzről, Adam. Igen, értem. De szeretném személyesen átadni a kampány vezetőjének, Mr. Myron és Dannak. Be tud vinni? Hát, igen, uram, azt hiszem. Biztos benne? Igen, uram. Akkor beszélje meg Dannal, és aztán hívjon föl. Rendben van. Holnap bármikor alkalmas nekem. Tegye meg. És hős lesz magában. Jó, akkor most tartsunk vacsora szünetet. De kérem, mindenki legyen itt 7-kor. Jaj, szívem, elfelejtettem, hogy nem vacsorázhatunk együtt. A vendégeket kell fogadnom, nem baj? Nem, rendben. Kik lesznek ma este? A rendőrfőnök helyettes, a feketék vezetője, a puertorikóiak vezetője, mind remek szónok, nagyon jó műsor lesz. Iszunk egy kávét? Persze. Nagyszerű. A kabátodat itt hagyhatod. Kösz. No, milyen volt a mai nap? Pénzgyűjtés. Azért Magton tényleg fantasztikus, sosem beszél pénzről. Ó, szörnyen jól csinálja. Nézd, ő arról beszél, amiben hisz. Képzeld, Ferris és Dan azt mondta ma, hogy Moncton, hogy talán alkalmaz a Fehérházban, ha elnök lesz. Nem, ez így tényleg? Ez fantasztikus. Az, fantasztikus. Én is azt mondtam. Igen, de tudja Ferris, hogy mit beszél? Azt nem hinném. De Myron Dan tudja. Mondd, és mire jutottál? Szívesen csinálnád? Hát, nem is tudom. Nem tudom. De azt hiszem, ha tényleg felkérne, akkor mindenképpen gondolkozni kell rajta. Végül is egy olyan elnöknek dolgozni, akiben tényleg hiszel. Mi a véleményed? Hát én nem tudom. Washington. Uh-huh. Fehérház. Moncton. Van mit meggondolni. Tulajdonképpen Art helyettesíthet. Vacsorázunk együtt. Nem, hagyjuk csak. Nincs kedvem kapkodni. Te csak folytasd, én majd elődörgök itt a végéig. Oké. Okay. Mondok valamit. Ez már biztos. Ha te nem kaphatsz ilyen munkát, ahol saját műsorod lehet,
akkor nem. Aj, Edem, úgy szeretlek. Hello, Edem. Hogy halad a kampány? Remekül. Igen? Nagy kár. Cirkáljon körbe úgy 20 percig. Hello. Hello. Peter Ozymandias. Myron Dunnhoz jöttem. Ozymandias. Köszönöm. Mr. Dunn már várja önt. Uram, Mr. Ozymandias megérkezett. Köszönöm. Kérem. Üdvözlöm. Edem. Fáradjon vele. Köszönöm. Hogy van? Remekül, köszönöm. Mondtam, hogy hős csinálok magából. Erre tessék. Myron Dunn, Peter Ozymandias. Nagyon örvendek, Mr. Dunn. A hírneve már megelőzte. Köszönöm. Foglaljon helyet. Nem tudom, hogy Edem mit mondott önnek. Edem csak annyit mondott, hogy ő megemlítette neki, hozzá kíván járulni Moncton szenátor választási kampányához, ha jól tudom, jelentős összeggel. Úgy van. Jelentős összeg és privát ügy. Edem, azt hiszem, nem szabad tovább rabolnunk az idejét. Tudom, hogy mennyire elfoglalt. Igen, uram. Nos, én megyek is. Nagyon örültem, uram. Magam is, Edem. Nincsenek kérdések. Nincsenek feltételek. Meggyőződésem, hogy a szenátornak szüksége lesz készpénzre. A kampányhoz. És én örülök, hogy segíthetek. 250 ezer dollár. Hatalmas mennyiségű plakátra elegendő. Csak ugyan. Biztosíthatom, hogy a szenátor nagyra fogja értékelni ezt a gesztust. Azt akartam tudja meg, hogy nekem ez fontos. Gondoskodni fogok róla. Amennyiben óhajtja, megszervezik egy találkozást négy szem között. Ó, nem, nem. Tudom, mennyire elfoglalt a szenátor mostanában, van éppen elég gondja, és jobb, ha nem zavarom. Ráadásul nekem is van éppen elég okom az aggodalomra jelenleg. Nem tudom, talán hallott is róla. Valóban hallottam, uram. Mr. Dunn. 43 használt repülőgépen van, és el kell őket adnom. Tudja, hol vannak? Kozmolinban tartom őket, hogy meg ne rozsdásodjanak. Nem tehetek mást. Ugyebár szabályozták a külföldi eladásokat. Ők mondják meg, kinek adhatok el, milyen magánszemélyeknek, milyen cégeknek, mely kormányoknak, mennyire barátiak azok a kormányok, milyen célokra használják fel a gépeket. Kérem, Mr. Dunn, semmiképp se értsen félre. Soha nem tennék semmi olyat, amivel ártanék az országnak. De megfojtanak. Megértem a problémáját. Nézze, ha már nem adhatom el külföldön, hadd adjam el itt. A kormány állandóan vásárol használt gépeket. Én abszolút versenyképes vagyok. Hát miért ne tőlem vennének? Miért ne kaphatnék most én egy lehetőséget? 43 repülőgép. Mit kezdjek velük, lenyeljem? Igen, nehéz helyzet. Moncton elnök, na tessék, a szenátor, Moncton szenátor. Remélem, ő meg fog érteni engem. És ha majd hivatalban... Mr. Ozymandias, bármennyire is bízunk abban, hogy megnyerjük az elnök jelölést és a választást, nincsen rá biztosítékunk. Mr. Dunn, nekem eszemben sincs biztosítékot kérni. Én megértést kérek, semmi mást. Barátságot. Mi nem feledkezünk meg a barátainkról, Mr. Ozymandias. Soha nem feledkezünk meg róluk.
A saját fülemmel hallottam a sárgáktól, hogy ez egy vörös falu. Mikor volt ez? 2 nappal ezelőtt. A filmet én hoztam magammal. Rohadt hosszú út volt. Igen, igen. Hogy tudta meg? Felvittünk 2 ferdeszeműt 5000 láb magasra helikopterrel. Az egyiket aztán kidobtuk. A másik megmondta. Akkor aztán hívtuk a tüzérséget. Bementünk és rendet csináltunk. Most már biztonságos. Egyéb iránt én a költségvetésének csak egy részét tartom szemmel. Nem igaz, Bill? A közköltségeket úgy van. És mi a helyzet a magánkiadásaival, szenátor? Azokat kitartja szemmel? Próbálkozunk. Ha nem, tudja, a maga férje nagy pénzeket fektet be szinte minden területen. Vista, NASA, bányák, belügy. A belügybe is? Sose mondtad, hogy már Maci Laci is kém? Ő az orosz medve másodunoka testvér. Oh! Miért van az, hogy mindent a feleség tud meg utolsónak? Én azt hittem, ebben a városban a szenátorok tudnak meg mindent utoljára. Legalábbis ami a politikát illeti, abban biztosan így van. De kivételt teszek a jelenlévőkkel, mert magát kedvelem. Hozhatok valakinek egy italt? Nem, köszönöm. Köszönöm. Bocsánat, egy percet. Nos, meséljen, mik a legjobb tervei, szenátor? Egy kacsot legyen szíves. Hello. Hello. A barátnője? Szép, ugye? Az. Maga nagykövet barátja? Nem. Kár. Miért? Mert én sem vagyok az. Ha ismerni, ő bemutathatna minket. Másfelől, ha én ismerném, akkor is bemutathatna minket. Ez éppen olyan, mint... Ha most lenne egy kis kaviárunk, ehetnénk hozzá egy kis pirítóst. Ha lenne pirítósunk. Gondolja, hogy akad itt a nagykövetnek egy barátja, aki... Bemutathatná? Úgy. Nem hiszem. Ez egy washingtoni parti. A házigazda nem ismeri a vendégeket. És ez jól is van így. Általában a vendégek se tudják, melyik ország adja a partit. Azt hiszem, én leszek a saját jó barátom, a nevem Bill Martin. Üdvözlöm, Bill Martin. Örvendek, és a maga neve Sally Whelan. Maga pedig elég sunyi alak. Ó, ennek örülök. Hogy örül? Ez a mesterségem. Ó, maga az a Bill Martin, a CIA-s. No igen. Gondolom, hogy tényleg ravasznak kell lennie. Egyebet is tudok magáról. Csak ugyan, és mi az? A férje figyelemreméltó ember és kiváló festő volt. Valóban az volt. Ma valamikor volt egy eredeti Gregory Whelanem, a kedvenc képen volt. Tényleg? Melyik volt az? Várjon, csak a téli... Téli égbolt? Mi? Téli égbolt, ez az. Persze, emlékszem is rá. Igen? Greg akkor festette, amikor Maine-ben laktunk egy kis lyukban, Branch Poundban. De hideg volt ott. És milyen régen volt? Megvan még? Nem, elpusztult, amikor leégett a nagykövetség 9 éve Dél-Amerikában. Jaj, de kár. Igen. Én is sajnáltam, most nem lenne rá pénzem. Nekem sem. 2 szóban össze tudnám foglalni. Látom, a férje lecsapott az ismerősömre. Mondja, a szenátor különösen jó barátja? Igen. Nem jöttem volna el vele különben. De tényleg csak barát, ha tudni akarja. Ezt akarta tudni? Pontosan ezt. Csak azon töprengtem, mit szólna, ha körülvezetném magát. Ó! Tudnilik, nagyon szép a ház. Hallott róla, hogy a nagykövetnek van egy Rembrandtja? Nem én, tényleg? Pedig így igaz. És hogy akar bejutni a házba megnézni? Nagyon egyszerűen, a nagykövet régi barátom, évek óta ismerem. Hát ez igazán különös, mert én is ismerem őt hosszú-hosszú évek óta, de sohasem említette a maga nevét. Különös. Tényleg az. A nő eszkerendezve a magántulajdona volt 3 évig körülbelül, legalábbis amíg mellette dolgozott biztosan. Amikor Bill Martin lecsapta őt az öreg kezéről, azon a szent napon megalapozta a jövőjét. Nem buta ember. Rendezvút is kértél? Természetesen nem. Pedig nagyon igyekeztél. Egy kém igazán hazudhatna ennél ügyesebben is.
Nem értem, mit akar. Megpróbáltam kiszedni a titkárnőjéből, de halkat. Az istenit. Nem akartam vaktában belevágni ebbe. Ami tőlem tellett, megtette. Elmű Morsznak az a baja, hogy túlságosan független. Igen, de az ön oldalán állt, legalábbis eddig. Ahogy elnézem, vagy tud valamit rólunk, vagy tartogat valamit nekünk. Az FBI igazgatója nem utazik csak úgy New Yorkba komoly indok nélkül. Anderson és Morse nagyon összemelegedett mostanában, ez korán sem boldogít engem. Egy belső emberre lenne ott szükségünk. Helyes. Tessék, rendben. Már jön fölfelé, fogadja a liftnél. Megyek. Igazgató úr, a szenátor már várja önt. Erre parancsoljon. Igazgató úr, mindig öröm, ha láthatom önt. Én is örülök, hogy láthatom, szenátor. Boldog vagyok, hogy ilyen jó színben van. Köszönöm. Hálás vagyok, hogy megtette ezt a hosszú utat. Igazán semmiség. Van itt olyan helyiség, ahol beszélhetünk? Hogyne. Parancsoljon erre. Tűnik, hogy az ön valószínű ellenfele Gili alelnök két vasat tart a tűzben. Barátkozik a fekete radikális vezérekkel, gyűléseken vesz részt Detroitban és New Yorkban, miközben mindenféle költséges programtervezeteket ígér nekik. Azután leutazik Atlantába vagy Dallasba, és azt mondja a fehér támogatóinak odalent, hogy minden a régiben marad, és nem kell aggódniuk. Világos. Természetesen nekünk voltak embereink ezeken a gyűléseken. A feljegyzések. Hát, ha mind a kettőt elmondta, nem látom be, miért ne intézhetnénk úgy a dolgot, hogy ezt mindenki megtudja. Ezek pontos edzőkönyvek. Meglehetősen nehéz lesz Gilinek letagadnia. Hát, Mr. Martin. Na hát, Mrs. Whelan. Mi dolga errefelé? Ó, semmi, csak éppen a környéken jártam. Mr. Martin, nem hiszem, hogy ön csinálhat valamit csak úgy. Mivel szolgálhatok? Tulajdonképpen arra gondoltam, beszervezhetném az ügynökségbe. Ó, ugyan kérem. Jó, akkor megenged, hogy elvigyem? Hogyne, köszönöm szépen. Egyébként ez tiszta véletlen. Általában fél egykor megyek ebédelni. Kivéve csütörtökön, mert fél napot dolgozik. Oh. Mindenütt vannak embereim. Oh. Furcsa érzés, hogy kérdezősködik rólam. Nem nyomozok, csak érdekel. Tényleg be akar szervezni? A CIA-ba? Így egyszerűen? Igen, így egyszerűen. Richard Moncton a Fehérházban készlet érzőmás. Elég megvizsgálni a szenátusbeli múltját, hogy lássuk nála mindent, a személyes ambíció és a politikai opportunizmus irányít. Úgy tudtam, maguk nem avatkoznak a politikába. Nem is, de elég nehéz pártatlannak maradni, nem? Akárhogy is van, csak úgy lehet megakadályozni Moncton jelölését, hogy segítünk Forville szenátornak. Mi a következő lépés? Forville-nak van egy embere a kaliforniai politikai kutatóintézetben. Valószínűleg hallott már róla. Carl Tesler. Hát hogyne? Tesler a Forville alapítvány tanácsadója mindenféle nemzetközi ügyben. Jelenleg azért fizetik olyan busásan, hogy az agyát Forville jelölése érdekében működtesse. A cég viszont rengeteg belső információval rendelkezik. A cég? Ó, úgy érti maguk. Cseles. A cég információkat akar szolgáltatni Teslernek minden időszerű kérdésben. Ő viszonzásul informálja Forville-t, és Forville sokkal okosabbnak fog tűnni, mint Moncton. Két dolog van, aminek Tesler képtelen ellenállni.
1. Belső információk, 2. Szép és intelligens asszonyok. Gondolom, ezt bóknak kell vennem. De nem igen tudom, hogyan értsem. Maga azt akarja tőlem, hogy én legyek a csalétek, ugye? Így is fogalmazhatjuk. Nem lesz nehéz összebarátkozni a Tesslerrel, és neki sem lesz nehéz magától újabb randevút kérni, és meg is fogja tenni. És ha megtette, akkor kellene tájékoztatnia őt. Sok minden eszembe jutott, amit maga kérhet tőlem. De erre sose gondoltam volna. Miért? Mit várt? Nem is tudom. Talán, hogy majd arra kér, hogy adjam oda mindenemet a cégnek. Ugyan? Nem, ennyire nem vagyok nagy lelkű. Elég baj az. Lássa be, nagyon érdekes ajánlat lett volna. Talán elfogadná? Ezt kérdezi? Ó, nem. És Tesszler nős ember? Nem, elvált. Akkor jó. Miért? Van egy szabály, amit sosem szegek meg, Mr. Martin. És ez az, hogy soha-soha, de soha ne kezdjünk kapcsolatot nős emberrel. Szigorú és abszolút szabály? A lehető leges legszigorúbb. Tudja, én nagyon szerettem a férjemet. Amikor meghalt, úgy éreztem, végem van. És nagyon sokáig tartott, még újra összeszedtem magam. Úgyhogy, ha most olyan embert szeretnék meg, aki nem lehet az enyém, ezt egyszerűen nem engedhetném meg magamnak. És nem is engedem meg magamnak. Azt hiszem, ideje visszamennünk. Igen, ideje volna. A feleségem is... Nem akarok tudni erről. Tesszler szerintem nagyon szerencsés ember. Köszönöm. Úgy 5 perc múlva kezdhetjük a táncot. Oké. Nagykövet úr, most mi újság a díszvendégasztalánál? Fantasztikus, ahogy Linda és maga megrendezték ezt az estét. A legremekebb párti, amit hallottam. Örülök, hogy jól érzik magukat. Sikerült egy kis plusz hasznot is húznom a nagykövet úrból. Épp azt mesélte, hogyan síbolhatnék jó kubai szivarokat Kanadán kereszt. Csak nem gondolta Jack, hogy a diplomata táskában kizárólag dokumentumok rejtőznek. Mondja, mi lenne, ha holnap reggel pontban 7:30 egy doboz bolivár érkezne a házába? Ugye nem tudná, honnan jön? De igen, tudnám. Ám bár, ha jó szivarokról van szó, én borzasztóan diszkrét vagyok. Szerencsés helyzetben van. Szeretném, ha 5 perc múlva felkérné Lindát és elkezdenék a táncot. Egyébként ő Washington legjobb táncos. Örömmel teszem, és remélem ő sem bánja. Még egyszer köszönöm. Egyébként nem jut sok időm ezekre a dolgokra. Sokkal többet érdemelnének. Számomra sajnos csak kikapcsolódás. Csak nem maradtam ki valamiből. Csak abból, hogy én fülig szerelmes lettem ma este. Majd kővé váltam, amikor leültem, és láttam, hogy a szomszédom az a Carl Tesszler. Á, nekem nem úgy tűnt, mint a maga megkövült volna, Sally. Pedig így igaz. Percekig meg se tudtam szólalni, nehogy letagadja. De csak mert én annyit összefecsegtem. A modern művészetről. Többet tanultam Kártól az elmúlt 20 percben, mint egy 5 éves tanfolyamon. Majd meglátjuk, mennyit tanult. A vizsgát 10 perc múlva megkezdtem. Carl valóban szakértő, a kedvence Modigliani, még könyvet is írt. Ugyan már, Sally. Számomra ez csak hobbi, higgy el, igazgató. És rajzolgat is szabad idejében. Igen. Épp ezt néztem. Kitűnő, Carl. Nem is tudtam, hogy ilyen sok oldalú. Én itt ma este egy reneszánsz emberrel vacsoráztam, és szerelmes vagyok. Kedves igazgató úr, engem örökre lekötelezett a mai este ülésrendjével. Különben nem lennék ilyen szerencsés, hogy ez a szép és szellemes hölgy legyen az asztalszomszédom. Sosem dicsértek még ennyit életemben, és én sem akartam még ennyire elhinni minden szót, amit rólam mondtak. Higgyen abban, hogy minden szó igaz. Mondja, csak beszélgethetnénk 10 percet, mielőtt elmegy. Ha a tánc elkezdődik, lehetne? Hogyne. Nos, folytassa. A szemét csak megközelíteni tudom. Visszaadhatatlan ez a csillogás. Nehézzel így, a szín igazat mondtam. Becsukná az ajtót. Sajnálom, hogy megvárakoztattam. Parancsol egy brendit? Örömmel, köszönöm.
Késő van, és tudom, hogy legszívesebben már indulna, de szerettem volna beszélgetni önnel, mert ön igen jól ismeri Folvér szenátort. Természetesen a CIA igazgatója nem szokott beleavatkozni a pártok politikájába, de úgy érzem, hogy mégis méltányolni fogja jogos aggodalmamat a cégért és jövőjéért. Különösen, ha a választások rossz irányba fordulnak. Eszembe jutott, hogy talán akad néhány probléma, amit esetleg megelőzhetnék. Nézze, igazgató úr, én nem értek túlzottan a belpolitikához. Valóban konzultálok Forvillal időnként, de csak külpolitikai ügyekben. Őszintén szólva, én is aggódom, akár csak ön, igazgató úr. Gili alelnökről az a benyomásom, hogy fecsegő bolond. Nincs valódi háttere washingtoni évei ellenére. Meg lehet, hogy ért a belpolitikához, ezt nem tudom. Mountain szenátor? Nem túl vonzó személyiség. És nem szereti az értelmiségieket. Nagyon szorgalmas. Meglehetősen tájékozott a területemen, de felelőtlen. Kedveli az olcsó hatásvadászatot. Carl, mondanék valamit önnek. És remélem nem él vissza vele. Természetesen a legnagyobb diszkréciót követeli meg. Hogyne, igazgató úr? Kedvelem, és ami még fontosabb, csodálom önt. Úgy gondolom, Forville győzelme tenne jót az országnak. Nyilvánvaló, hogy ön irányítaná a külpolitikáját. Szeretnék segíteni önnek bármilyen, persze diszkrét módon, ahogy tudok. Vagy ez meglepi önt? Igazgató úr, én realista vagyok, és tudom, hogy ön is az. Azt is tudom, hogy a CIA-nak és az FBI-nak van bizonyos fokú befolyása a belpolitikában. Nem ütköztem meg a szavain. Milyen jellegű információ lenne hasznos az ön számára? Természetesen minden értesülés Dél-Kelet-Ázsiáról, amit Gili és Mangton megkap, minket is érdekel. A kiadatlan jelentések az ezévi pénzügyminisztériumi ülésekről. Olyan hosszú listát tudnék adni, mint a ma esti vendégnévsor. Nem akarja megírni ezt a listát? Hogy én? De hogy juthatnám el önhöz, anélkül, hogy bajba sodornám? Használjunk egy közvetítőt, akinek nincs nyilvánvaló kapcsolata egyikünkkel sem. Olyas valakit, mint a ma esti asztal szomszédja, Zeli Vélen. Csodálatos esté volt. És remek háziasszony voltál. Köszönöm. És gyönyörű vagy. Köszönöm. Valamit el kell neked mondanom. Az történt, hogy ma voltam Eszkernél. Hallom, megkért, hogy segíts Ed Gilinek, és te nem segítesz. Jobb lesz, ha megteszed. Mert különben? Azt mondja, tönkre tehet. Gyakran találkoztok? Igen? Törődsz is te ezzel! Amikor kéri. Fogsz még találkozni vele? Valószínűleg. Hamarosan? Valószínűleg. Ha újra találkoztak, megtennél valamit? Megmondanád, hogy tehet egy szívességet? Csak ha tényleg ragaszkodsz hozzá. Volt egy pár pocsékévünk, ugye? Azt reméltem, változik valami most, hogy Eszker beteg, és abba hagyja. Változik a kormány, én kiesem, talán más munkám lesz, talán másutt is, de... Itt nem lesz változás, ugye, nem lesz. Nem lesz igazi. Két év...
Kiforgathatsz mindent, ahogy akarod. Hibáztathatsz engem, nem érdekel. Hibáztathatod Eszkert, már az sem érdekel. Azt sem tudom, minek házasodtunk össze. Eszker azt mondta, te úriember vagy. Én azt mondtam, olyan férfit akarok, mint ő. De egy úriembert kaptam. Ne aggódj. Nem háltam vele, mióta összeházasodtunk. Már nem is gondol rám úgy, ő sem. Te a műveltségeddel. Mindig azt hitted, ő nyers és közönséges. Nem tudod, milyen ember ő valójában. Bárkit megkaphatna a világon. Észrevetted? Milyen volt, amikor rám nézett? Te sose voltál olyan. Fogadni mertem volna, hogy képtelen vagy rá. Ma éjszakáig. Azt hiszed, nem láttam. Hogy egyszerűen nem törődsz vele. Egész este csak őt bámultad. Rám soha nem néztél úgy. Soha. Vagy ha igen. Egyszer. Egyetlen egyszer. És az most már úgy sem számít. Szeli, vélem kell neked. Hát vedd el. Engem nem érdekel. Engem már nem érdekel. Nem érdekel. Nem érdekel. Az ördögbe Eszker Andersonnal minek akart, hogy hozzád menjek? Az ördögbe az egészen. Éppen Ethel Wilkersonnal beszélgetek a floridai küldöttségtől, és azt mondja, úgy véli, hogy az egész küldöttség Monctont fogja támogatni az első szavazáson. Mi a helyzet most, Mrs. Wilkerson? Most szavaztattuk meg a küldöttséget, és ezek szerint 37 szavazat Dick Monctonnak, és 5 Fordulnak. Nos, akkor növekedett Moncton előnye Fordul ellenében 6-tal. Alapjóta gyűlés megkezdődött, és 2-vel 6 után, így van. Hogyan értékeli a változást? Az emberek a győztes mellett állnak, öregem. Mondd meg az NBC-nek, hogy 8 Forville ember Ohio-ból ránk szavaz az első fordulóban. Meginterjúvolhatják Paris szenátort a 21-es állomáson. Mrs. Monckton nem sokára távozik a szállodából, pontosan 14 perc múlva. Ő megcsináltatta a haját? Igen, 4-kor. De hol? A szállófodrászatában. És milyen lett? Jó, gondolom. Ezt úgy értsem, hogy meg se nézte? Nem. Hát nézze meg! És hogy mit vett föl, azt is ellenőrizze. Közölje az ABC-ben, hát, hogy a kettes kapunát hey, mi az még? Mindig beszél? 45 perckor. Nem, nem kérem, nem ígérünk semmit. Nem, semmi megvesztegetés. Sima, igen, igen vagy nem. És most rögtön akarjuk tudni. Jó, jó. Igen. Találjuk, hogy nem is fáj olyan nagyon. És még sok meglepetést tartogatunk mindnyájunk. Mint a horgásznék egy pacsajában. Valamit, hogy a lehetőséget, hogy Forville szenátor elnyeri az alelnöki címet. Már most biztosíthatom önöket, hogy Forville szenátor semmiképpen sem fogadja el a második helyet. Ez csak Richard Monctonnal kapcsolatos, vagy általában is így. Forville szenátor az elnöki címre pályázik. A legutolsó hírek szerint ez még mindig érvényes. Jó éjszakát, Forville szenátor, akárki is vagy. Voltál. Nézze, itt jön a tömeg. Szóval a kis görénynek sikerült jelöltetnie magát, ugye? És ez neked gondot okoz, igaz, fiam? Itt ülsz a Primula jelentésen, és töprenkedsz, mi lesz.
Csak mi ketten tudjuk, mi van benne, és hamarosan valaki más is megtudja. Ha Mankton bekerül, hidd el, kiszellőzteti ezt a helyes kis történetet. Jobb, ha gondolkozol. Én iszom egyet, és te? Egy kávét, ha lehet. Egy bourbont és egy kávét. Kitöltötted már az adóbevallásodat? Nem, uram. Elmondom, hogy csinálom. És azt javaslom mindenkinek a környezetemben, hogy ugyanezt csinálja. Számolt ki az összeget, és azután adj hozzá 5000 dollárt. Ha Mankton bekerül ide, átfésüli mindannyiunk űrlapját, de teleszkóppal. Al Capone sem járta meg annyira, hogy mi megjárhatjuk. Nekem valószínűleg szerencsém van. Addigra én már halott leszek. Köszönöm. Köszönöm. Hallom, bolondot csinálsz El Donnelly-ből az Ed Gilly féle iratok miatt. Kérem, elnök úr, ha odaadom őket Donnelly-nek, pocsékhelyzetbe kerülhetek. Azt jelenteni, hogy legalább 4 szövetségi törvényt sértek meg. Bill, mi odahaza egy csomó birkát és kecskét tenyésztünk a vizes és szélmentes oldalán. Nyaranta az öreg farmerek eljönnek a birtokra, és ott tartják meg a híres gyapjúnyíró versenyeket. A legjobbak az országban. Van, aki azt mondja, a birkával nehezebb bánni. Van, aki az ellenkezőjét. Én bármikor odaadnék egy ostoba kecskét egy birkáért. De amiről beszéltem, az ráillik egy kicsit a te helyzetedre is. Annak idején akasztás járt azért, ha elloptál egy birkát vagy egy kecskét. Némelyek azt mondták, ez igazságtalan, mert a birkának jobb a húsa és gyapjúja is van. De a büntetés ugyanaz volt. Tehát, ha egy fickó lopást forgatott a fejében, akkor birkát lopott. Azt gondolta, ugyanúgy felakasztanak a birkáért, mint a kecskéért. Te is így vagy körülbelül, ugye, fiam? Na, mit hozol El Donnelly-nak? Elnök úr, készítettünk egy kivonatot Mankton aktáiról. Üzleteket kötött Új-Zélandon és Ausztráliában. Elég valószínű, hogy pénzeket kapott választási célokra. Talán ázsiaiaktól, de nincs bizonyíték. Ez minden, amit találtál, igazat mondasz? Igen, uram. Ennyi az egész? Miért kell nekem mindig akkor odaérnem, mikor a frakja épp eltűnik az utcasarkon? Hát nem tudom. Remélem ez ér valamit, de nem tudom. Remélem elvághatjuk az útját. De ha nem, adnék egy igazi jó tanácsot. Mindkettőnknek vége lesz. Vidd magaddal a papírjaidat, amikor elmész. Egy nagy teherautó áll majd a fehérház elé. Én fogok minden könyvet, minden aktát, minden papírdarabot, ami itt van, és ki innen. Vissza Oregonba, ahol szemmel tudom tartani. Lesz egy könyvtárom. Hadd lássa mindenki, amihez joga van. De a többit, se Richard Mankton, se más a világon nem fogja meglátni. Fogadd meg a tanácsomat, és tedd ugyanezt. Ez a titka a hosszú-hosszú boldog életnek. És egy jó asszony. Sajnálom, hogy Forville veszített. Hiányozni fognak a kaliforniai utak. Megkedveltem az öreg Carl-t. Az öreg Carl is kezdte megkedvelni magát. Túlságosan is. Csak nem zavarja. De még mindig. Csaltam a jelölőgyűlésen, hogy Mankton nyerjen, és magának ne legyen ürügye utazgatni. Nem hiszi? Ez kedves magától. Mindegy, élveztem a dolgot, amíg tartott. Linda és én szétváltunk. Ó. Az estét követő napon. Ezt miért nem mondta el eddig? Nem tudom. Valahogy várni akartam vele. De azért még mindig nős. Igen. És Sally szabályai nem rugalmasak? Nézd, maga még most is házas ember.
7:55-kor hagyjuk el a szállót, tehát embereket kérek az utcára. Plakátokat, éjjelzést, világos? Igen, Frank. 100 embert minimum. Záporra van kilátás. Na és a záporra van kilátás. Ha árvíz lesz, az sem érdekel. 100 embert és semmi kifogást. Rendben, Frank. Nagy plakátokat. Olvasható névvel, világos? Piros-fehér kék betűk. És egy pár zászlót rá. Úgy van. Igen, zászlót. Rendben. Á, Frank Flaherty vagyok. Roger Castle. Egy kicsit korán jött. Épp ezt szeretem. Parancsoljon, üljön le. Szóval nekünk szeretne dolgozni. Úgy van, uram. Nagy csodálója vagyok Moncton szenátornak évek óta. Egyetemi éveimtől. Á, hova járt? A Marylandi Egyetemre. És azután? Morton, pénzügy. És most hites könyvvizsgáló a Whittaker és Mapesnél, itt New Yorkban. Úgy van. Majdnem 4 éve. Nagyon jó nevű cég, elsősorban mi is. Adójog, ugye? Igen. Nyilván van egy pár neves ügyfelük. Ó, igen, van néhány. Többek között Edward Gilly. Az alelnök Gillyre gondolok. Á. Remélem, ez nem jelent majd konfliktust. Nem. Persze attól függ. Milyen kapcsolatban állnak önök egymással? Semmilyenben. Mr. Whittaker intézi az alelnök ügyeit. Már évek óta. Tehát ön nem áll vele személyes kapcsolatban? Nem. De ott van a cégnél. Nem gondolja, hogy a főnöke is Mr. Gilly jó viszonya önt is elkötelezi? Ami azt illeti, még nem is találkoztunk. De persze, az ember hall egyetmás néha az irodában. Hogyne. De még mindig nem válaszolt a kérdésemre, Roger. Én úgy látom, Mr. Flaherty... Nevezzen Franknek. Így könnyebb. Nem. Nem hiszem, hogy engem kötelez valamire Mr. Whittaker kapcsolata a kliensével. Jó. Tudja, különben problémáink lehetnének. Én nem látok itt problémát. Én sem látok. Whittaker és Mapes ügyvédi iroda. Óhajt valamit, Mr. Castle? Hát, nem, nem, csak gondoltam, szusszanok egyet. Oké. Okay. Bocsánat, uram, én most elmegyek. Volna szíves majd bezárni az ajtót? Hogyne, feltétlenül. Jó ét. Jó ét.
A szenátor szülővárosa beérkezett jelentések szerint már is javában ünnepel. Chicagóban nagy élet lesz ma este. Igen, de elindul-e a repülőgép idejében? A szenátor is olyan bizakodó, mint ön? Joe Wisnowski, Washington Press. Á, igen. Nézze, Joe, ha azt mondanám, nem rögtön tudná, hogy hazudok. Nézzünk szembe a tényekkel. Mindenki lánta a szavazatot. Igen, és elég szoros a verseny. A Roper 96-ot húzott ki. Nem lehet eldönteni, én leszem. Igen, persze, szoros. De mi kezdettől fogva szoros versenyre számítottunk, és arra is, hogy győzni fog. És Edwin Billy. Nézze, a szoros verseny. Mikor látta utoljára Flyert itt? Hát jó pár éve. Közben ő lett itt az első számú ember. Tud róla? Igen, igen, tudom. Együtt végzett vele, ugye? A Chicagói Egyetemen. Úgy van. A sok vörössel. Mi voltunk, hogy úgy mondjam, a szűkkörű konzervatív kisebbség. Tulajdonképpen csak mi ketten. Van a jó kis munkát végzett Fordin letapogatásával. A szenátor nagyra értékelte az anyagot, amit küldött. Gondolom, örül, hogy vége. Bizony megkönnyebbültem, mióta kibújtam a párányból. Jó napot! Elől is van jó még helyettesség. Lámláv, újabban mindent magacsik. Igen, most Henket helyettesítem. Valami zűr van a podgyásszal. Épp most így ez a nagyszerűbben. Bedobjuk magunkat és segítünk, ahol kell. Üdv, Lawrence. Örülök, hogy látlak, Frank. Hello. Hello. Mrs. Moncton? Dorothy? A podgyász hátul van. Mindjárt. Gondoskodni fogunk róla. Egy képet őről és a feleségéről, szenátor úr. Tessék. Erre. Billy miért nincs itt? Dick nagyon jól csinálja. Billynek itt kellene lennie. Nagyon köszönöm, uraim. Hölgyeim, köszönöm. Bocsánat, szabad. Szabad lesz, pardon. Hát így vagyunk. Hiába mondom, hogy elég. A szenátor megérkezett. Aha. Bocsánat, köszönöm. Beszélni akarok magával. Megyek, Frank. Várjon itt. Bob, ülj mellém. Oh, köszönöm. Ez jól esik. Nos, megindult a dolog. Hát bizony. Mióta is vagyunk együtt 20 éve. És mit szólsz, hol tartunk? Ki hitte volna? Én hittem, Dick. Tudtam, hogy majd egy napon... Szóval én egy percig sem kételkedtem. Sohasem? Sohasem. Épp ma reggel beszélgetem Dorothyval. Mi vagyunk önnel legrégebben. Mintha nem tudnám. És egyetértettünk abban, hogy... soha nem kételkedtünk benne, hogy sikerülni fog. Egy percig sem. Erősebb ember vagy, mint én magam. Én időnként azon töprengtem... bal szerencsés napokon... Nem kell-e visszalépnem? Mi mindig tudtuk. Kedves tőled, Bob. Nagyon kedves. Te és Dorothy. 20 év. Hosszú idő. Hosszú. Nagyon-nagyon hosszú. Most szép napok következnek, uram. Vége a csúfidőknek örökre. Holnap este ön lesz az abszolút győztes. De van-e esélyünk? Mert tehetünk valami egészen rendkívülit. Valami abszolút egyedülállót. Igen, van esélyünk. Először is be kell fejeznünk a háborút. Tisztességesen és feltétel nélkül, minden egyéb ettől függ. Azután mennyi más lehetőség? Kína. Elismerhetem Kínát. Jó kapcsolatot teremtetek. A Gili próbálna az ország darabokra tépni. Már így is azt gondolják, túl elnéző a kommunizmussal szemben. De ha én teszem tőlem, elfogadják. Kína. Oroszország. Képzeld el. Életen át tartó béke. El tudod képzelni? Igen, uram. Igen.
De nem feltétlenül. El tudod képzelni? Nem gondol semmire, ez a baj. Gondolja meg, mi történhetett volna? Ott állunk a halban, várjuk a kocsikat, és maga elfelejti oda küldeni. Frank, ez a maga dolga volt, és eltolta. Itt ez számít. Amíg én itt vagyok, addig itt nem történhet ilyesmi. Világos? Még egy hiba, és repül. Lassan tényleg betelik a pohár. Már csak egy dobása van. Talán visszamehetne abba a reklámirodába, ha? Frank, én megállom a helyemet. Mindent el tudok intézni, ezt tudja. Én azt tudom, ha én nem szerzem meg a kocsikat, még mindig ott állnánk. Rendben van. Bocsánat, Bob, beszélnem kell a szerátorral. Hogyne, Frank. Nem tudtam, hogy ez a maga helye. Egy perc és indulunk. Nagyszerű. A jegyzeteimet, Frank. Nem Dorotinál vannak? Á, igen, persze. Küldje ide, jó? Hank, majd elfelejtettem az előlegek a chicagóiaknak. Ó, úristen! Gondoltam, hogy nem maradt rá ideje, úgyhogy felvettem maga helyett. Atya, úristen, Bob, köszönöm. Tényleg szívemből köszönöm. Frank megölt volna. Itt vannak, uram. Igen. Nálam van a teljes anyag, ha esetleg átfutnál. Igen, nem is rossz ötlet, köszönöm. Mindjárt felszállunk, jobb, ha visszamegy a helyére. De a szenátor úr azt kívánta... Később. Minden rendben van. Hálózat önthoztati győztesnek, bár eltérő százalékban. A CBS-nél 56%, a másik kettő szerint még följebb is mehet. A veszélytervezet kész? Igen, a fogalmazók szerintem egész jól működtek. Frank, ez a beszéd egyszerűen használhatatlan. Segítsenek meggyógyítani a sebzett nemzetet. Mit akar ez jelenteni? Végig így volt, amióta a kampány tart. Ami jó dolgot itt leírtak, azt mind én magam csináltam. Na jó, akkor ezt is átdolgozom én magam. De nagyon üdvös volna, ha ügyelne erre egy kicsit, Frank. Ért engem? Igen. Most hagytam abba a telefonálgatást. Nem akarok akadékoskodni, de nem lesz erre mindig időm, Frank. Úgy kell megszervezni a dolgot, hogy az elnök ne kényszerüljön személyesen megírni minden egyes elhangzó beszédet. Nyilván van egy pár jó fogalmazó valamerre, akik szívesen dolgoznának az elnöknek. Vagy tévedek, Frank? Nem, igaza van. Bizony. Egy óránba kerültek a telefonok. Nem is számítva az anyámat. Akit egyébként maga lehagyott a listáról. Na hát, ez nem rossz. Egész jó győzelmi nyilatkozat. Mikor óhajt lemenni és elmondani a beszédet? Ahhoz át kell vágni az utcán. Itt a szállóban nem volt elég nagy a bálterem. Az utca viszont tele van őrültekkel. Ó, nem olyan veszélyes. Ugyan ne beszéljen, látom, amit látok. Vannak tüntetők, ez igaz. De messze lesznek öntől, amikor átmegy. Miért nem mondhatnám el itt?
felhoznának néhány kamerát a szállodában. Nyugodt, méltóság teljes beszéd a feleségem jelenlétében. Oda át a terem tele van a híveivel. Jó néhányuknak megszakadna a szíve. Gondoljon a televízióra. Az emberek látják, hogy átmegyek az utcán, és hallják azt a sok senkiházit obszénitásokat kiabálni. Igen, de a bálterem... Nem tölthetjük meg az utcát a saját éjjelző embereinkkel. Ha? Vigyék a hippiket odébb egy sarokkal. Szerezzen egy pár hangos zenekart. Játsszák le őket. Meg tudná tenni, Frank? Van, amit igen, hogyne. De mindez időbe telik. Akkor miért nem megy és kezdi el már is? Igen, uram. Hosszú-hosszú hónapokon át tartott a választási küzdelem, és ez a mai nap valóban váratlan eseményekkel szolgál. Óhajtja, hogy beküldjem önhöz Mrs. Martin-t? Jó, most rögtön. Nem, még ne. Igen, szoros. Viszontlátásra, elnök úr. Istenem, Frank. Ez az első eset, hogy valaki elnök úrnak szólított. Készítetne erről egy rövid feljegyzést. Az ilyesmi később érdekes lehet. A sajtó szereti az ilyen történeteket. Történelmi lábjegyzetek. Feljegyzem. Jó. Tényleg olyan rossz a helyzet? Rosszabb. Januártól fogva. Bill, mi bántja, így beszélhet róla? A CIA birtokában van egy titkos dokumentum. Primula jelentés a neve. Egyetlen példány van belőle, és csak én láthatom valaki más jelenlétében. De januártól fogva Moncton is elolvashatja. És milyen jelentés ez? Amikor Billy Curryből elnök lett, kinevezett igazgatónak. Bízott bennem, és én is megbíztam ő benne. Kemény idők voltak, nyakig bent voltunk Dél-Kelet-Ázsiában, Afrikában, a Karib-tengeren. Puskaporos volt a levegő. A harmadik világháború karnyújtásnyira. Az ország nagyon nehéz helyzetbe került, kevés barátunk volt, és sok ellenségünk, és a legtöbbje épp a puskapor közelében. Egy dolgot lehetett tenni, és ő megkért rá, és én igen mondtam. Mi volt az? Mit kellett tennie? Néhány ellenséget néhány baráttal helyettesítette. Ez nem tűnik olyan borzasztónak. És hogyan? Választási csalással? Azt tettem, amit kellett. Forradalmat pénzelt? Többet. Hogyan csinálta? Az egyetlen lehetséges módon. Nem értem. Igazán azt hiszem... Az egyetlen lehetséges módon. Csak nem ölt meg embereket. Parancsokat adtam. Úristen, maga? Curry mondta, hogy ezt tegye, igaz? Ő is parancsokat adott. Akkor mégis ő a felelős, és nem maga. Ő azért felelős, amit ő tett, én pedig azért, amit én tettem. De... Sally, itt ilyenek a játékszabályok. De ha maga csak az ő parancsait követte... Nem, még mindig nem érti. Hazudtam egy szenátusi bizottságnak, hamis esküt tettem. Egyértelmű kérdésekre egyértelmű hazugságokkal feleltem. Hazugságokkal? Minden szavam az volt. De maga csak megvédte Curryt. De Moncton rá fog jönni. És mit akar tenni? Nem tudom. Mihelyt Moncton megteheti, kiássa Billit és eltemeti, újra is eltemeti a Billy Curry legendát, és én nem tudom majd megakadályozni. Amikor az elnököt meglátja, jöhet a világ legnagyobb fortisszimója, rendben? Jól van. Gyerünk, fiúk, nyomás! Arra is! Gyerünk! Hé, mit keres neki? Mit akar itt az egyenruhás rendőrség? Ki az ördög maga? Érdekes, vigye ki őket a képből. Világos? Tom, jöjjön ide! Igen. Utcolja el innen a kékkabátos bandát, azonnal! Igen. Kérem, vigye el őket! A titkosszolgálat elé. Na jó! Na jól van, fiú, gyerünk! El innen, nyomás, gyerünk! El innen! Gyerünk, fiú, futek! Gyorsan!
Polgártársaim! Köszönetet mondok barátságukért, és köszönetet a támogatásért! A feleségem és én eljöttünk, hogy meglátogassuk szülővárosunkban élő barátainkat. És hogy személyesen mondjunk köszönetet. De szeretnék néhány szót szólni Amerika valamennyi polgárához, akik ma este a televíziót nézik. És a többi emberhez, más országokból, akik talán látják ezt az adást. Keményen megharcolt kampány volt ez. Talán az egyik legkeményebb a politika történetében. De amikor a választásoknak vége, és Amerika polgárai véglegesen döntöttek, a széthúzást és a nézetkülönbségeket félre lehet tenni. És mi megint, mint ilyenkor mindig, egységes néppé leszünk. Az én feladatom lesz, hogy az elkövetkező 2,5 hónapban megszervezzem a kormányzat végrehajtó szerveit. Azt szeretném, ha e szervek egy sokoldalú és nyitott kormányzatot képviselnének. Olyan kormányzatot, amely az egész nép. És az önök segítségét kérem, hogy ezt megvalósíthassam. Igen! Mindenkinek, aki lehetővé tette ezt a győzelmet, őszinte és szívből jövő köszönet. Minden amerikait, arra kérek, imádkozzon velünk együtt ma este nemzetünkért és népünkért. Ha Isten megsegít, a következő évek a béke, a haladás és a felvirágzás évei lesznek minden amerikai számára. Köszönjük, és jó éjszakát! Óriási volt, kitűnő. Gilly van a telefonnál. Gratulálni akar. A pokolba vele. Kérem Tuckert és Ellisont. Föl a lakotfájomba. Kezdünk töprengeni, hogy a köriféle úri fiúk közül ki tudunk fenéken billenteni. A film John Ehrlichman a Cég című könyve alapján készült.